Sziasztok, ez itt a Ninja Gaiden 2. A káosz sötét kardja. Régen ez volt a kedvenc részem az egész sorozatból. Manapság már nem vagyok ebben annyira biztos. Nem azért, mert ez egy rossz rész lenne, szerintem. Az egyik legjobb játék Nintendón. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az egész trilógia egy mestermű. Micsoda epikus intro, villámokkal, suhanó felhőkkel, parallax módon suhanó felhőkkel. Csak jót legyőzték, ahogy gondoltam, és mi van a ninjával? Még semmiről sem tud. Jó, kövesd a tervet. Mit tegyünk a ninja sárkánnyal, uram? Semmit. Nincs rá szükségünk, legalábbis egyelőre. Cselekedj a terv szerint, menj. Igenis. És fölrepül a felhőkbe. Eljön majd az idő. Mikor az alvilág kapuja megnyílik. Méghozzá körülbelül 50 perc múlva, hogyha nem bénázok túl sokat a játékkal, és minden ember letérdel előttem. Mindenki behódol az új király, Ashtar előtt. Na, mostani főgonoszunk is egy ilyen viccmester lesz. Nevetni fog minden mondatán. Egy évvel a Jackie elleni harc után. Egy új kalandvár a sárkánykard örökösére Ryu Hayabusára. Na, szóval 1990-es rész. Ahhoz képest szerintem iszonyat jól néz ki. Már ez a bevezető is, ami most újra indulna, de ezt nem hagyom. Inkább induljunk azonnal. Szóval... szinte minden ugyanaz ebben a részben is, mint az előzőben. Szóval most csak arról fogok beszélni, ami változik. Egyrészt most már minden falon tudunk mászni fölle, szabadon. Nem csak ott, ahol létre van. Így ilyen platformok tetejére fölugrani még mindig néha trükkös, de... összességében sokkal jobb Ryu mozgása, mint az első részben. Legalábbis, hogyha a falmászásról van szó, akkor egész biztos. Az ellenfelek továbbra is újraélednek, hogyha a képernyő közelében vannak. És itt az előbb szereztem valami ninjutsut, ami új volt, de aztán fel is szedtem a régi sárkánytüzet. Na, ez az egyetlen új jutsunk, ami lesz. Így 45 fokos szögben lefelé lehet célozni. Ami azt jelenti, hogy eléggé hasznos lesz, hogyha éppen alulunk jönnek ellenfelek. Jaj! Ott fölvettem egy tűzkereket is, ami azért jó, mert az első játékban ez egy olyan tárgy volt, amit fölvettünk és magától aktiválódott. Ehhez képest ebben a részben, ameddig van nimpónk, addig aktiválni tudjuk. És az utolsó változtatás. Ez az, hogy föltűnhetett, hogy itt Ryuból több van jelenleg a képernyőn. És nem ti ittatok túl sokat a kocsmában, hanem ez tényleg játékmechanika. Itt föl lehet venni ilyen árnyék klónokat, amik követnek minket, és ugyanazokat a támadásokat hajtják végre, mint mi. Szóval, hogyha ügyesen használjátok ezeket, akkor iszonyat sokat sebezhettek, nézzétek, csak mondjuk... így. Szóval nem is kell a boss közelébe lenni. Lehet sebezni őt az árnyék klónjainkkal is. Itt azt hiszem, hogy ha neki szalad a falnak, igen, akkor ugrani kell, mert... különben leesünk. De ennyi volt ez.
egy vasútállomáson vagyunk, és a következő pályán föl is szállunk az egyik vonatra. Kik voltak ezek? Mondták, hogy jó vagy. Ki van ott? Menj a lájátoronyhoz, ha meg akarod menteni a lányt. Úgy érted? Igen, Irene. Ne vesztegesd az időt, Hayabusa. Indulj. Bízhatok benned? Mi a? Ja, egyébként ivós játék. Igyatok akárhányszor valaki azt mondja ebben a részben, hogy mi a? Mi a neved? Mi a? Már itt van. Hova mehetett? Siess, te vagy az egyetlen, aki képes legyőzni őket. Indulj, mielőtt még túl késő lenne, Ryu. Eskü nem tudtam, hogy itt kétszer mondja egymás után, hogy mi a... A lájátorony. Csak arra emlékeztem, hogy ebben a részben iszonyat sokszor elhangzik ez. Jaj. Szóval, ami tetszik, hogy a... boss harc során már láthattuk ott a vonatokat. És hát természetesen az egyikre rá is szállunk, hogyha már ott vannak. Ilyen jó kis átvezetés. Érződik a folytonosság. Jaj! Itt is egy kicsit flexelnek a fejlesztők, hogy milyen jól tudják a parallax gördüléseket bevezetni. Jaj! Szóval látjátok, hogy itt a fű az előtérben az a leggyorsabb. A háttérben a fák lombozata egy kicsit lassabban halad, és még hátrébb vannak hegyek. És mi valahova arra felé tartunk. Ez a malomkerék csillag iszonyat erős, hogyha velünk vannak az árnyékklónok is, látjátok? Csak egy kicsit ügyeskedni kell, és már is milyen egyszerű minden. Hoppá. Na igen, az újra éledő ellenfelek. Klasszikus. És itt valamiért nem tudunk tovább haladni, be kell menni az egyik vagomba. De nézzétek csak, ez egy eléggé furcsa átvezető lesz, szóval bemegyünk. És leesünk a levegőből. Nem tudom, ez régen is valahogy furcsának tűnt. Főleg mert bizonyos más pályákon meg teljesen jók az átvezetők. Ajaj. Már is mennyit sebződök. Na de. Jaj, az majdnem eltalált. Na de, ide érkeztünk a hegyek közé. És itt már figyelni kell arra, hogy merre fúj a szél. Különben nagyon egyszerűen leeshetünk bizonyos szakadékokba. És az általában instant halált jelent. Na most fölvettem egy tekercset. És hogyha egy tekercset fölvesztek ebben a részben, akkor az annyit tesz, hogy a maximum nimpótok 10-zel növekszik. Szóval eddig maximum 41 gyűjthettünk, most már 50 a maximum. Na. Szabad többet sebződni már szerintem. Ó, az egy plusz élet volt szerintem. Hoppá. Nem. Nyughass, te szél. Ott, hogyha bármi eltalált volna egyszer is, akkor a szél levisz a szakadékba. Amúgy egy dolog, ami nagyon tetszik ebben a részben, látjátok, hogy minden platform itt árnyékot vet ugyanabba az irányba. Ez egyfajta ilyen háromdimenziós hatást ad a pályának. Jaj. Még akkor is, hogyha természetesen nem háromdimenziós játékról van szó. Oké.
lefele lövő ninjutsu, az nekem most nem kell, mert emlékszek, hogy milyen ez a boss harc. Nek pókiszonya van, annak rossz hírem van. Ennek a bossnak a zsebében végtelen tarantula rejtőzik. De itt az a trükk, hogy felugrunk hozzá, akkor ő leugrik és párszor még megsuhinthatjuk. Hogyha van egyébként nimpunk, akkor iszonyat egyszerű. Nézzétek csak! Csak irányítani kell az árnyék klónjainkat is, és akkor egyszerre több tüzet is neki dobhatunk, szóval egyszerű a dolgunk. De amúgy ez a boss még akkor se nehéz, hogyha csak egy kard van nálunk. De árnyék klónokkal meg nagyon, igazából le lehet csalni az egészet. Lesből támadtatok rám, kik vagytok? A káosz világának a gyermekei vagyunk. Vezérünk az alvilág fejedelme, Ashtar. Úgy néz ki, mint egy női black metal énekes. Ashtar. Közeleg a vég ninja sárkány, úgyis elkapnak. Ashtar, az alvilág fejedelme. Na, teljesen máshogy nézett ki az a karakter jelenetben, mint játék közben. Meg kell találnom Irint, még nem késő. Na, a menő beállás, amiből minden részbe kell legalább kettő. Na szóval ott játék közben úgy nézett ki, mintha valami turbán-szerűsége lenne. Vagy valami egyéb olyan fejfenő. Na, újabb, különleges pálya. Itt a fő ellenfelünk a sötétség. Csak akkor tudunk körbenézni, amikor éppen villámlik. De néha látni a platformokat akkor is, hogyha sötét van. Meg legalább Ryu nincs egyedül a sötétben, mint Kanbi. Hanem követi őt Ryu Hayabusa. És emellett még ott van Ryu Hayabusa is. Szóval legalább van társaságunk. Jó! Ebben a végigjátszásban is megpróbálok mindent felszedni. Összes tekercset, összes, nem tudom, plusz életet. És nem csak úgy végig szaladni a pályákon, mint nem tudom, ahogy régen tettem. Ó, mindenfelől jönnek a szörnyek, remek. Így a legjobb. Jaj már! Csak ne essünk le! Így! Jutsut használtam, mert féltem, hogy visszalök a szakadékba. Na de ez is lenne már a lajatornya? Egyik kedvenc zeném az egész sorozatból. Az nem tetszik ebben a részben, hogy a zene egy kicsit beakad mindig, amikor fölveszünk egy fejlesztést. Ezt azért jobban megoldhatták volna. De még így is élvezhető a muzsika. Ajaj! Ott van egy lőfegyveres ellenfél. Így. Nem lehet csak úgy odaszaladni mellé, és
És ha jól emlékszem, igen, itt az a nehezítés, hogy ezeken a lépcsőfokokon áteshetünk, vagy ellenfelek is átlökhetnek. Szóval vigyázni kell. Az még egy tekercs volt. Ah, minden madarat kiszednek a ninja csillagok. Ne! Ott is dobálnom kellett volna, hogyha már megtehettem volna. Vagy csak hagyom, hogy így leguruljon. Ja, de... újra jön! Hát a Ninja Gaiden szépségei. Zseniális. Tudjátok mit? Így. Ott tökéletes taktika. Wow. Nem gondoltam volna, hogy már ennyi nehézségem lesz. Itt ilyen hamar. Wow. Oké, kijöttem a gyakorlatból egyértelműen. Nézzük csak, itt mi volt? Őt biztos, hogy kiszedem, mert idegesítőek a támadásai. Akárhol vagyok, az eltalálhat. Ezek a kis ászka ördögök, vagy nem tudom. Olyan pince ászkába gömbölyödnek néha, látjátok, kicsit furcsa. De amúgy ezek is sok helyre föl tudnak ugrani. Na, nézzük. Ja, igen, hogyha túl sokáig maradnak a pókok a képernyőn, akkor elkezdenek köpni ránk. Ami nem túl jó dolog. Na most próbáljuk megtartani ezt a jó kis shurikent. Hát, mindegy. És csak átfutunk itt. Ó! Plusz élet. Azt azért fölveszem. Jó. Most. Egy, kettő, oké. Háromszor kell megsuhintani ezeket a kecske embereket. Kicsit trükkösek, de látjátok, ilyen tűzspirált dobnak rátok. Szóval... ne csak suhingassatok, hanem kerüljétek ki közben. Jaj! Ami nem tetszik, hogy néha az árnyék klónjaim összezavarnak, és hirtelen nem tudom, hogy melyik vagyok én, hogyha túl közel vagyunk egymáshoz. Na de itt van ez a halpofa. Hogyha jól pozícionáljuk az árnyék klónjainkat, akkor eléggé sokszor lehet egymás után sebezni. Valahogy így. Sima. De akkor se nehéz még ez, hogyha csak simáriúval visszük. Lövéseit kerülni kell. De igazából ennyi. Ryu! Irene, minden rendben. Látom, kutyabajod, ninja sárkány. Mia? Ez már hanyadik, harmadik Mia? Végig a star volt az... Nesze! Ah,
Nehezen hiszem el, hogy egy magad fajta puhány alak elintézte Jackie út. Te, Ashtar, az a kard. A káosz sötét kardja talán? Látom, kissé alábecsültelek. Meghalsz, ninja. Ne. Mi a? Negyedik mi a? Ki vagy? Te kis patkány, hogy jutottál be ide? Add át a kardod és add meg magad. Teljesen körülvettük a tornyot. Éjszaka van és napszemüvegben van. Ő egy menő karakter, egyértelműen. A kardra fáj a fogatok. Gyertek utánam a sötétség útvesztőjébe. Hát... Hát akkor menjünk. Irene! Hely. Az a kard... ismerős. A káosz kardja, melyet egy démon csontjaiból kovácsoltak. Hasonlóan, ahogy a te kardod is egy sárkány agyarából készült. Hogyan lehet ez? És honnan tudod? A nevem Robert. Az USA-k különleges hírszerzésétől vagyok. Meg kell állítanunk Ashtart, mielőtt a kardja eléri a teljes erejét. Igyekezz, Ryu, kapd el Ashtart a labirintusban. Oké, az volt a tervem. A sötétség labirintusában. Ami egy kicsit furcsa, mert az előző... Jó, nem az előző pálya, hanem a tornyon kívül volt a sötétséges pálya. Ahol tényleg nagyon figyelni kellett, hogy hova ugrunk. Ehhez képest ez a sötétség labirintusa. Ami a legvilágosabb pálya az egész játékban. Itt mindenhol hatalmas lángokkal. Oké, most ezt magammal viszem. Már csak átugrom a denevért. Nagyon próbál elkapni engem ez a kis szem. Mi akar ez lenni? Tényleg egy szemgolyó. Egy-két lábból. Ezek a tüzek meg újra spónolnak, szóval az idegesítőbb ellenfelek közé tartoznak az egész játékban, szerintem. Jaj! Gyertek csak ide! Még egy tekercs. És... most! Igen, arra nagyon kell figyelni már itt, hogy ne essünk le. Egyetlen egy sebződésből is baj lehet. Nagyon menők ezek az oszlopok. Egyébként érzékelitek, hogy mekkora egy labirintus ez? Eddig... hogy is volt? Mentem jobbra végig? Szóval együtt a sötétség labirintusáról. És most már a víz sodrására is figyelni kell. Ez tetszik igazán a Ninja Gaiden 2-ben, hogy itt annyi fajta környezeti akadály van. Ugye értem az elején a szél, aztán a sötétség, most a víz sodrása. Olyan változatos marad végig a játék. Hoppá! Aztán a későbbi Ninja Gaiden játékokban is megtartják a fejlesztők ezt a jó szokásukat, de itt kezdődött igazán. Furcsa ilyen... érdekes tripla koponyákból jön elő a víz.
Érdekes ezeknél az ellenfeleknél, mint hogyha fegyver lenne, vagy az kés akar lenni? Lehet, hogy kés akar lenni, és azért nem próbálnak lőni. Régen mindig fegyvernek néztem. Mármint lőfegyvernek. Az nem kell. Jó. És ahogy mondtam, én ide vissza akarok nézni. Jaj! Majdnem lelökött a denevér. Na, az egy plusz élet. Mégis megérte. Jaj, ne. Hú. Na, pár másodperc után újra is jönnek azok a tüzek. És most ugyanez árnyék klónok nélkül még nehezebb lesz, de se baj. Én megpróbálom újra megszerezni azt az életet, igazából nem nehéz ez még. Oké, csak... sietni kéne talán? Nézzük. Ja, sietni jó ötlet. És Ryu meg tudja mászni a vízesést. Legjobb ninja valaha. Jó, valószínűleg a falat mássza meg, ami ott van a vízesés mögött, de... hát az abszolút úgy néz ki, hogy... magát a vízesést mássza. Nem? Láttátok azt az előző ellenfélt? Azt hiszem, hogy azt, hogyha hagyjátok egy ideig, akkor elkezd dobálni. Az első Ninja Gaidenben is volt már. Egy kicsit más a támadása itt. De végülis, hogyha siettek, akkor nem lesz nehéz. És még nem csináltunk semmit, de ez a boss már most kimutatja a foga fehérjét. csak legyünk türelmesek. Csak ne essünk le. Oké, ennyi az egész. Hogyha a boss fejének nekiugrunk, akkor az is sebez, és valószínűleg visszalök minket a szakadékba. És természetesen a kezét is kell kerülgetni. De hogyha nem sietjük el, akkor... nem lesznek nagy bajok. Most elsiettem és lehettek volna nagy bajok, de... szerencsére nem voltak. Jó, már csak egy sebződés kell. Egy aprócska suhintás, ennyi. Mi lehet a célja? Mit akarhat tőlem? Jól figyelj, Ashtar! Gyere és harcolj! Vagy a lánynak annyi? Mi? Ne tedd, Ryu! Meg fognak öldi! Állj ki ellenem! Vagy túlgyáva vagy hozzá! Ha-ha-ha-ha! Átkozott! Irene, megmentelek, de amúgy most Ashtar mondja Ryunak, hogy állj ki ellenem, de most nem Ashtar az, aki rejtőzködik? Mármint, hogyha megjelenne ott Ryu előtt, akkor nem hiszem, hogy Ryu azt mondaná, hogy hát most én nem akarok így megküzdeni veled. Hogy most ebben a jelenetben Ryu volt az, aki elrejtőzött. Ez nem volt túl egyértelmű. Nézzük csak. Hogy vannak itt a dolgok. Jaj, de jó kis késes ellenfél! Ezt minél gyorsabban ki kell szedni. Oké. Ne! Nem baj. Látjátok, keveset sebeznek igazából az...
ott már visszaértem a platformra. Igazából keveset sebeznek az ellenfelek, nem azzal van gond. Essél csak le? Így. Sima. Ninja csillag meg a gépfegyver lövések kiüti egymást. Jó lesz szerintem ez a tűz. Még egy zseniális zene. Valamiért mindenki a Ninja Gaiden egy zenéjére mondja, hogy milyen remek, amikor mindegyik részben vannak jó darabok. Ajaj! Azt hiszem, hogy ott nem tudunk a falra kapaszkodni, hogyha jól emlékszem. Egy-két, ha? Gyorsan ki kell ütni, amíg van lehetőségünkre. Ez egy tekercs volt, remek. Alakulnak a dolgok. A tüskék nem tudom, hogy mennyit sebeznek. Nem akarom kipróbálni. Az az élet az... Nekem kell... Éppen, hogy csak meg lett szerintem. Na ez egy jó pálya volt. Ez még van mindig a sötétség labirintusa volt. Ki halhatatlannak vérével felszabadítja a sötét árnyakat, örökölheti a legfelsőbb gonosz minden hatalmát. Valóra váltom a legendát. Ez a föld elenyészik, és az alvilág démonai uralják majd az új világot. Bla 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 bla. Annyira sablonos ez a szöveg, hogy az már fáj. Elkaplak, Ashtar! Ryu, szerintem kicsit túllőttél a célon. Hogy kerültél a sarkvidékre? Ez is egy ilyen semmiből jövő változás. Hát jó, legalább továbbra is változatosak a pályák, de annyira a semmiből kerülünk itt a jeges pályára. Az előbb még éjszaka volt egy torony belsejében. Na se baj. Ez egy jó kis jeges pálya. Jeges mechanikákkal, ahogy láthatjátok. Jeges mechanikákkal. Csúszás mechanikák magyarul. De szerintem egész poén. Ha folyton ugráltok, akkor eléggé jó az irányítás. Innen. Váó, gyűlnek a plusz életek. Na és most szintén alulról jött egy madár, de simán kiszedtem ezzel a ninjutsuval. Viszont most, hogy van ilyen ninjutsunk, a játék ezt ki is használja, és szerintem itt többször lesz olyan, hogy egyenesen alólunk jönnek az ellenfelek. Többször lesz ilyen, mint az első részben. Ott egy kicsit koncentrálnom kellett. Jaj, ne ugrálj ott lent. Valószínűleg semmi fontos nem lesz itt. De azért, ahogy mondtam, most megnézek mindent is. Oké. Legalább túléltem. Jó. Hát, fölveszem, miért is ne. Tök békén. Oké, ez meg csak néhány bónuszpont.
Astar, bújj elő! Na végre. Butak is nincs a végül, harcra kész. Eddig is kész volt szerintem, Ryu. Hozd a lányt. Ryu. Irene. Ezt kapt ki. Ryu. Irene. Ez inkább nem fűzök semmit. Irene, tarts ki! Érzed, amint a káosz kardja reszket az örömtől? Ne, elkapta Irene-t. Robertnek is ugyanígy át kellett ugrálnia amúgy a jeges... Izé, gletszereken? Hátrébb, bosszantó kis féreg. Veled később számolok. Robert, vigyázz Irene-ra! Astár! Lám, a benned szunnyadó erő kezd felszínre törni. De tudod, egy kard telistele gyűlölettel sohasem sebezhet meg, bolond! Elég a játékaidból, Astár. Csak te és én, itt és most. Pár bajra mered hívni Astárt? Bolond ninja. Akkor lásd, milyen is az igazi hatalom valójában. Ilyen az igazi hatalom? Ilyen trónterem? Menőnek tűnik a design. Remélem, hogy ő is. Kiérdemli, hogy ilyen menő trónterme van. Jaj! Oké, árnyék klón jutsu spam lesz. Az a baj, hogy így annyira a semmiből jön elő. Most nem kellett volna kiszednem a tüzét. Oké. Hamar eltűnik. Látjátok, egyszerűen valahol megjelenik, nem számíthatunk rá, hogy hol. És hát sebez végül is. Nem hiszem, hogy van olyan hely, ami biztonságos lenne, legalábbis sose jöttem rá. A sötétség ereje hamarosan újjáéled. Senki sem állíthatja majd meg. Induljatok, a világ árnyai! Taszítsátok-e világot az örök kárhozatba? Ryunak lesz ehhez egy-két szava szerintem. Irene, semmi bajod? Most szúrták át kardol, hogy kérdezhetsz ilyet? Ryu, egyenesen előre, valahol. Van egy oltár, el kell pusztítanod. Nem hagylak itt. Én jól vagyok. Te vagy az egyetlen, aki képes rá. Az, aki képes megállítani őket. Menj, siess. Jól van, indulok, Irene. De visszajövök érted, amint csak tudok. Kitartás. Robert, fogd Irene-t és menjetek innen. Légy óvatos. Te is, barátom, viseld gondját. Oké. Hát igen, legyőztük azt, akit eddig a főgonosznak hittünk. Hát már elég volt a dubájából, szóval
Én nem fogom hiányolni. Helyette itt van ez a nagyon menő pálya. Szuperül néznek ki ezek a romok. Előtérben is, háttérben is vannak. Oké. Le kell esni így kutakba. Tényleg Nintendohoz képest ez... eléggé... lehengerlő látványvilág. És a Ninja Gaiden 3 az még ennél is jobb lesz. Tudom, nehéz elhinni. Na, még egy tekercs. Hoppá. Figyelni kell a mindenfele röpködő cuccokat. Jó, életem még van szerencsére. Bőven. Most már nem annyira bőven, de még... mindig... van esély. Ez az. Na, megint egy gyönyörű látványvilág. Csodálatos tájkép. Azt hiszem a következő pályán azon a... kanyaringó úton fogunk menni. Mik azok a levegőben amúgy? Valami, mintha rakéták lennének? Vagy pokolportálok? Minden rendben, pihenjünk egy kicsit. Nem, jól vagyok. Mia? Még egy Mia? Már nem is számolom. Ó, ne. Te hiszte. Ki az ördög? Szóval, ahogy mondtam, itt vagyunk a tenger felett. Szerintem ez az az út, amit láthattunk előre. Itt van a víz a háttérben, apróbb szigetekkel. Szép kis magenta színvilág. Már megint naplemente van? Na! Pontokat farmolni, azt már lehet. De én inkább megyek tovább. Leglassabban respawnoló Ninja Gaiden ellenfelek. Na jó, ez nem igaz, csak azért a mém kedvéért. Nézzétek, milyen szép ez a barlang bejárat, még az árnyék is úgy remekül meg van csinálva. Na, ismerős ez? Most veszem észre! Ott a falban vannak ilyen emberek. Nézzétek csak! De furcsa, ezeket még sose vettem észre. Valószínűleg ez most már nem fog menni. Melyik az igazi, azt se tudom. Hát újra kell próbálni. Nem baj, alapból kevés élettel értem ide. Aktiválhatnám ezt a sebezhetetlenséget. Mondjuk... most? Túl nagyok a hitboxok. Na nem baj, most már menni fog simán. Nézzük csak. Tudjátok mit, nem is figyelem, hogy sebzem-e, csak viszem.
De az a baj, itt kevesebb rejtek van, mint a Ninja Gaiden 1-ben. Szóval igen, ugyanazzal a bosszal küzdünk meg, mint a Ninja Gaiden 1-nek a negyedik pályájának a bossza ez. Szóval valahogy visszatért. Egyszer már legyőztem ezt a lényt, mégis hogyan? Ó, Ryu. Robert, miért vagy itt? Történt valami? Ryu, náluk van Irene. Na még ilyet. Ryu, az alvilág kapuja megnyílik, az árnyék világ démonjai káoszba taszítanak majd. Az emberiség végét jelentené. Hallgasd! Megint jönnek. És meglehetősen sokan vannak. Itt maradok és feltartom őket. Ryu, most menj! Megsebesültél, maradok és segítek neked. Miattam, ne aggódj! Eredj! Pillanatban csak te hiúsíthatod meg a terveiket. Mozgás! Megyek. Robert. És ha már ott leszel, lányról se feledkezz meg. Menj, indulás. Sok sikert. Na jól van, ti torsz szülöttek. Kössétek fel a kötyátokat. Mert az öreg Jungle Rob nem adja fel harc nélkül. Egy pillanat. Torok köszörülés. Csak lehalkítom magam. Nem akarok mindenkit direkt megsüketíteni. Na. Szóval, hetes világ. Több pálya van ebben, mint a Ninja Gaiden 1-ben. Csak hat világ volt. Hoppá, ott egy kicsit. Bekergült a fönti ellenfél, és most meg úgy döntött, hogy eltűnik. Jó. Nöp! Nöp! Ez a legrosszabb, amikor egyszerre sok ellenfél van körülöttünk. Rosszul reagáltam le. És mielőtt még rosszra gondolnátok, nem a Nickelodeon sponzorálta ezt a végigjátszást. Jaj. Ugye ott esik az a zöld trutyi zuhatag a háttérben. Most hirtelen eszembe jutott a Nickelodeonnak az a korszaka, amikor így minden sztárát leöntötték ilyen trutyival, és az nem tudom. Nagyon furcsálottam mindig is. Valószínűleg kötelező lehetett a különböző sorozatok szereplőinek, hogy ebben részt vegyenek, és hát sajnálom is őket. Jaj! Tűnjetek innen! Nem jönnek újra, amíg mindegyiket ki nem szedem? Lehet, hogy arról volt szó. Mert ezek a tüzek mindig újra jönnek. Na. Ó, a sziklák leesnek ide. Pont úgy pattognak, hogy a legtöbb mókát jelentsék nekem. Hát azt már nem fogom felszedni.
Oké. Innen egy jó kis tüzelés. Kiszedem a sok tüzet tűzzel. Mégis tényleg működik. Ajaj. Oké. Szóval itt az út vége. Eddig bírtam. Sötét van és hideg. Homályos minden. Ryu, intézd őket. És lila volt egyébként a vére, ott látni lehetett. Lehet, hogy csak az amerikai változatban van így. Aprócska cenzúra. Az ott engem érdekel. Max Nimpó. Most. Hoppa. Nem baj, a lényeg, hogy nem estem le. Átugrok ide ehhez az ellenfélhez. Nézzük meg, mi van itt. Csak úgy poénból. Hoppa. Itt fölöttem, amit most kiütöttem, hogyha a végső bossnál elrontanátok a játékot. De... Szóval, hogyha minimum egy bosst legyőztetek és ide visszajöttök, akkor itt találhatok még egy Nimpó növelő tekercset. Szóval, hogyha nem kaptok Game Overt, akkor maximum 100-ig vihetitek föl, mint most én. De hogyha valamikor elbuknátok az egyik végső bosszod, hát igen, itt is több lesz, akkor ilyen könnyítést ad a játék, hogy plusz 10 Nimpóval próbálkozhattok. Nem baj, kaptam itt egy mentést. Szuper. Háttérben megdobognak ott a szívek a falban. Tipikus Nintendo. Jaj. Oké, ugyanúgy, mint az előbb. Azt a gépfegyveres katonát elég nehéz lenne kiszedni, hogyha nem lenne pont ez a fejlesztés itt. Meg hát jönne még mögém ráadásul egy madár is. Pff, az... Jaj. Jó van. Csak körbenéztem még egyszer. Rossz ötlet volt. Micsoda? Ilyet se láttam még, hogy így fölfelelő ez az ellenfél. Történnek új dolgok. Azt hittem, hogyha fölkapaszkodok, akkor nem lökhet le engem a madár, csak sebezhet. Hagyjatok békén. Jaj, ez... Ennél jobban nem is ívelődhetett volna az a shuriken. Oké, te fölfelé mész. Ez nekem pont jó. Gonosz arcok a falban. Stílusos. Jaj! Nem baj, ezek talán keveset sebeznek.
Próbálkozzak újra. Tudjátok mit? Még megnézem, hogy mi lesz ez így. Mi jön ki belőle. Oké, itt van egy élet. Ott van a boss. Tudjátok mit? Megpróbálom úgy, hogy több élettel érjek ide. Úgyis látjátok, még 6 extra életet szereztem. Szóval egész jól értem idáig. Igaz, hogy most így nehezebb lesz, hogy árnyék klónok nélkül kell odáig elérnem, de... Tudjátok mit? Inkább így csinálom ezt most. Egy árnyék klónt azért csak kapok. Az a baj, hogy itt még... Ez is nehéz lesz. De nem túl nehéz. Jól van. Nézzük. Miféle hely ez? Irene? Nagyon gyönyörű szobor. Ryu, vigyázz, ez ő! Ki? Rég nem találkoztunk, Ryu Hayabusa. Ki van ott? A csillagról felismerhetik. Az első rész kedvelői. Jackie, jó! Te még élsz? Hát úgy tűnik, vagy valami olyasmi. A sötétség erejét nem pusztíthatod el. A harcunk után felszabadult kóbor lélek, etest beszállt. Újjászülettem, és most már enyém a sötétség ereje. itt se jobbak a szövegek, mint Ashtarnál. Az, akit korábban legyőztél, pusztán egy szolga volt. Most Ashtarra utal, gondolom. Hála párviadalotoknak, az ősi sötét istenség hamarosan felébred. A káosz kardja áldozatainak vérével táplálkozik, és mikor a kard jól lakik, az alvilág kapuja kitárul előttünk, és démonok ezrei özöllenek majd át. Csak pár ezer. Ryu azzal simád elbánik. És mihez akarsz kezdeni Irene-nel? Az ő vére fogja ide csalogatni a démoni seregeket. Te felébreszted őket, ő pedig megidézi őket a földre. Büszke lehetnél. Ti kettel jelenthetitek egy új kor hajnalát. Az örök kárhozat hajnalát. Befejezted? Elegem van a szónoklataidból. Ryu, szívemből szóltál, és elegem van belőled. Klánod utolsójaként, harcolj, ninja sárkány. Most végre kiderül, hogy melyik erő hatalmasabb. A fény vagy a sötétség? Na jó, ez most elég nehéz lesz, mert csak egy árnyék klónom van. Az lenne a taktikám, hogy megpróbálom az árnyék klónommal eltalálni Jackie-t. És ez még egyszer sem sikerült. Igen, és közben a tüzeit is kerülgetni kéne. Jaj, miért? Miért nem megy? Oké. Lehet, hogy jobb ötlet lett volna 3 árnyék klóddal kezdeni még akkor is, hogyha nincsen max életem. Oké.
Ez is jó taktika. Időből, oké, időből még van elég. Jaj már! Oké. Végül is nem rossz. Nem is jó, de nem is tragikus. Oké, már csak egy találat kell. Gyere! És fél életem megvan, oké. Csak figyelni kell nagyon. Irene. Ryu. Na itt mondjuk nem cenzúrázták a vért. Itt vörös. Nem esett bajod, Irene? Meg kell semmisítened az oltárt. Ryu, a kard! Jack jó vére láncreakcióba lépett a káosz kardjával. Azt hitte, hogy finom egri bikavért fog kapni, erre kiderült, hogy csak... Jack jó vérzett oda. Érződik, hogy nagyon... nagyon csalódott ez a kard. Nézzétek, milyen dühös. Micsoda fényjátékot küld le nekünk. Irene! Ja. Erre iszok egyet előre is. Most megérné nagyon odafigyelni. Amúgy a jelenetek azok... a jelenetek azok nagyon menőn vannak megcsinálva egyébként. Még akkor is, hogyha a sztori gagyibb, mint az első részben. Te? Na mi lesz? Befalazódik? Mi a? Nani? És villog is nekünk egyet. Csodaszép. Befalazódott. Nem tudom, kőműves kelemennének hiszi magát kicsit. Oké, szóval. Ilyen cseppek esnek le a plafonról, azok csak egyet sebeznek. Hogyha a boss köpése talál el, akkor az hármat sebez. Szóval azt mindenképp kerülni kell. Jaj. Nem már. Ne. Hogy állunk? Oké. Egyenlően. Türelem. Oké. Fú. Az a baj, hogy valószínűleg itt most... hát nem tudom. Fú. Hát ennyi lenne. Mindennek vége. Az a baj, hogy itt boss harcok között nem tölti vissza a játék az életeteket, mint az első rész. Hogyan győzhetnék ez ellen? Oké. Csak használd a kardodat, Ryu, és koncentrálj! Apám, sárkánykard klánja, adjatok erőt!
Oké, itt most nem hibázhatok. Démon, az enyém vagy. Lásd a sárkánykard valódi erejét. Ami is van itt. Oké, googoljunk. Ajaj, egyet sem, ez csak. Hát csak, több a kelleténél. Jaj, de rossz. Hogyha lenne egy második árnyék klónom, akkor simán megtehetném, hogy így csak googolok végig, és azzal kisuhintom ezt a démont. Az a baj, hogy így egy kicsit komplikáltabb. Nem baj. Esélyem az van. Szépen néz ki egyébként, ugye? Jó, itt most pont rosszul jönnek a támadásai. Oké. Ne. Ó. Pedig nem voltam sok... Nem volt sok hátra ebből. Most cserébe végig kell vinni újra ezt az utolsó pályát. Nem baj. Speedrun lesz ez. Nagyon gyorsan fogom vinni. Olyan gyors, hogy észre sem veszitek, hogy... Meghaltam a bosszon. Jaj. Nem baj, megszereztem legalább most a... tekercset újra. Ami azt jelenti, hogy egy fokkal könnyebb dolgom lesz most. Ami igazából nem számít, mert... hogyha csak egy bosszal kell megküzdenem egyszerre, az már... szerintem simán abszolválható. Oké, azért a pályán is figyelnem kéne. Jó ötlet, hogy átrohanjak az egészen, de azért csak nem megy az olyan egyszerűen. Amúgy egy érdekesség, ezen a pályán mindig más zene szól. Kicsit furcsa. Gondolom azért, hogy egy zenét se ugyanak meg a játékosok. Mert azért itt megvan az esély arra, hogy párszor újra kell kezdeni a dolgot. Főleg, hogyha valaki első látásra viszi. Felszedtem azt a mágikus akármit. Ezek után már sebződhetek jó párszor. Itt kapok is egy élesztőt, és nézzétek csak. Triple sugiken mindent kiszed. nem az kell. Így. Most már esélyese lesz a bossnak. De nézzétek csak. Így simán ki lehet szedni. Olyan egyszerű így. Jaj. Rossz irány.
Igazából így kb. Oda-vissza kell. De ki, kettőt sebződtem, így olyan egyszerű. Tényleg az a baj ezzel, csak hogy a Ninja Gaiden 1-nek nehezebbek a bosszai, de itt nem tölti vissza az életeteket. Amikor egyet legyőztök. Sőt, hogyha mit tudom én, a pályát két életponttal viszitek ki, akkor már a boss ellen is két életponttal kell venni, szóval ez az igazi nehezítés benne. Aj. Hát csak ment. 5 percet vesztettem azzal, vagy 10 percet, hogy visszadobott a pálya elejére. De még így se. Így se vészes. Ó, igen, villogó fények. Arra számítsatok. Talán még ennél is jobban. Á, nincs is szebb látvány. Most egy percen keresztül ezt nézhetjük. Csodálatos. Na, esik még le belőle darab? Ó, így az... Ez eddig a legjobb rész. Jaj. Hát legalább nem mondhatják azt a játékosok, hogy nem kapnak egy ilyen epikus befejezést. Jobb, mint hogy... Congratulations, you just beat the game. Sok Nintendo játéknak csak annyi a befejezése. Itt legalább szemfájdalmat kapunk a sok villódzástól. Ez már valami. Irene, bocsáss meg. A klánom. A démonok. Azzal, hogy itt hagytál. Többé. Semmi sem számít. Mi? A kard. Ezt számoljuk a... Mi a... Ez legyen beleszámolva a mi a számlálóba? Nem is tudom. A sárkánykard. Egy kis villódzás mindenkit meggyógyít. Mi a? Na nem kellett sokat várni rá. Egy igazi mi ára. Ó. Irene. Ryu. Ó, Ryu. Ez igazi csoda. Tehát igen. Irene. Ryu, mi történt vele? Olyan, mintha egy hosszú álomból ébredtem volna. Egy hosszú rémálomból? Semmi baj, már vége. Győztünk, Irene. A mai nappal mindennek vége. Így van, nem lesz sose Ninja Gaiden 3. Vagyis a Ninja Gaiden 3-ban már csak az lesz, hogy randizni mennek, mozizni. Uri, akkor igaz volt az a rész rólad és rólam, ugye? Igen, Irene. Nézd, hinnéd, milyen szép a világ, melyben élünk, Irene. És örökre ilyen fog maradni, ígérem. Várjunk csak, akkor a sárkány lelke költözött most be? Irene-be? Ryunak egy sárkány a barátnő, és a nap még hatalmasabb, mint az első Ninja Gaiden végén. Tényleg fel fog perzselődni minden. Ó, és még egy meteor is. Biztos valami gyilkos vírus fog becsapódni a földbe azzal a hullócsillaggal.
Hát, hogyha már Ninja Gaiden. Na szóval, ez lett volna a Ninja Gaiden 2, a káosz sötét kardja. Egy fokkal nehezebb rész, mint az első, de több eszközt ad a kezünkbe, hogy eme kihívásokkal szembenézzünk, például az árnyék klónok, azok iszonyat hasznosak. Illetve az a lefele lövő ninjutsu. De még mit gondolok erről? Hogyha még a játékmenetnél maradunk, tényleg azért tetszik igazán, mert mennyi ilyen környezeti akadályt raktak ebbe. Ugye a szél, a vízsodrás, a jég, sötétség, tűz, olyan démoni vackok, amik felugranak a szakadékokból. Nem is tudom, mire vélni azokat. Na jó, a zene azt szerintem itt is a topon van, és kinézetre ez sokat javít az első részen. Igazából mindegyik Ninja Gaiden javít az előző részhez képest. Szóval a Ninja Gaiden 3 az már tényleg így a 10 legjobban kinéző Nintendo játékban tuti benne lesz. A jelenetek is részletesek, jól meg vannak animálva. A történet az egy kicsit gagyi. Jó, nem kicsit, hát annyira sablonos a szöveg meg minden, és nincs benne annyi rejtély, mint az első Ninja Gaidenben. Szóval persze van itt ez a fordulat, hogy na hát, Jackie-o visszatér, mégis ő lesz a főgonosz. De nincs benne az a rejtély, az a kaland aspektus, mint az első Ninja Gaidenben, aminek szerintem sokkal jobban megállja a helyét még ma is a sztoria. Meg végig csak ilyen sablon szövegeket hallgathatunk. Na de. Összességében tényleg ez az egyik kedvenc NES játékom. Mégpedig a lendületes játékmenet miatt. Az árnyék klónosdi, volt már más játékban is ilyen amúgy, például az egyik Ghosts and Goblinsban. Minden esetre ebből a mechanikából nem lett akkora trend, hogy most ne emeljem ezt ki. Azt hiszem Ghosts and Goblinsban is lehet, hogy csak az arcade változatban volt olyan valamelyikben. Szóval igen. Lehet, hogy nem ez a játék találta föl először azt a mechanikát, de attól még egyedi, mert nincs sok ilyen. Na, ennyi lett volna. Mondjátok el, hogy mit gondoltatok a játékról, és remélem, hogy maga a végigjátszás tetszett. A következő akármíg. Sziasztok!